Jó estét kívánok! A ma esti vendégeim egy alkotópáros, akik a különböző művészeti területeken dolgoznak. Az egyikük filmes, akinek most a Mindenki című rövid filmje az Oscar shortlistre került. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy azon 10 film egyike, amelyeknek esélyük van az 5 Oscar jelölté válni, hogy ez sikerül-e vagy nem, az január 24-én derül majd ki. A másikuk pedig táncos, méghozzá gyerekkora óta elkötelezett táncos, 10 éves kora óta, és most már úgy hívja magát, hogy drón koreográfus, összesen 7 vannak ilyenek a világban, mert hogy készített olyan koreográfiát, ahol ő maga is drónokkal együtt táncolt. Köszöntelek titeket itt a stúdióban, Deák Kristóf és Ninakov, örülök, hogy eljöttetek. Kristóf, kezdjük veled, mert most rólad azért sokat lehetett olvasgatni a különböző sajtóorgánumokban. Ugye itt a Mindenki című rövid film, kis film, mi a jó szó? Mind a kettő jó? Én sem. Akkor jó. Szerintem te filmes vagy, és nem tudod. Jó. Hát 25 perces, úgyhogy annyira azért nem is kicsi. Tehát egy 25 perces rövid filmről beszélünk, sok-sok gyerekszereplővel, egy kórus életéről szól, és hát az Oscarra jelölhető 10 film közé került. Hány filmből? Te tudod, hogy hány filmnek volt esélye arra, hogy e közé a 10 közé kerüljön? Hát sok-sok ezer ilyen kisfilm készül a világon évente, talán több is, mint 10 000, és van az akadémiának, az amerikai akadémiának egy listája, amin 90-valahány fesztivál szerepel, és az ottani nyertesek, azoknak a fesztiváloknak a nyertesei kerülnek egyáltalán bele a Pixisbe. Tehát ez 90 film, ha mindegyiken kicsit másik több, nyert. Mert más, nem tudom, körülbelül 130-valahány volt végül az, amiből kiválasztották ezt a 10-et. Hát azért ez nagyon izgalmas dolog, nem? Ennyire közel jutni. Ráadásul nem a sokadik alkotásodról beszélünk, hanem azért relatíve a pálya elején jársz, nem? Relatíve, igen. Azért már rendeztem egy pár dolgot, tévésorozatot is itt Magyarországon, és ez mondjuk a harmadik kis filmem talán annak nevezném, de az első, amit így igazából én is írtam, és nem egy társíró írta meg helyettem a forgatókönyvet. Jó, most nyilván már nem annyira friss a dolog, de te hol voltál, amikor megtudtad, hogy lehet, hogy Oscar jelölt lesz a filmed? Éppen a moziban, stílszerűen. Mit néztél? A Martfűi Rémet néztük meg a barátaimmal. És tetszett? Igen, igen. Aha, szerintem jó film. Meglepődtem. Nagyon visz magával, és egész remek színészek vannak benne. Például Szamosi Zsófi, aki az én filmemben is az egyik főszereplő. És egy nagyon jó zsáner film lett szerintem. És akkor ott egyszer csak azt mondta egy barátod, hogy figyú? Nem, a film után birizgálta a telefonját, és aztán azt mondta, hogy hát akkor hagyd legyek én az első, aki gratulál. Szívrohamot kaptál akkor? Nem hittem el elsőre. Hát mit gondoltál, hogy hét csárda vagy? Igen, kicsit olyan érzés volt. Na jó, és aztán elhitted, és akkor mi történik? Az ember telefonálgatni kezd, értesíti a rokonokat, vagy azonnal beszél az alkotótársakkal, hogy hallottatok erről, vagy egyből azon kezd el gondolkodni, hogy úristen, január 24-ig hogy fogom kibírni, amikor ugyanis eldől, hogy a 10-ből melyik az az 5, amelyik jelölté válik. Mindezek egyszerre, és lemerült a telefonom, tehát senki nem tudott elérni órákon keresztül. Úgyhogy amikor visszakapcsoltam végre a telefont, akkor a 30 nem fogadott SMS hívás és e-mail rögtön így elárasztott. És valahogy így, igen, nagyon sokan már külföldről is rögtön lecsapnak erre a 10 Oscar jelölt kisfilmesre. Meglepő módon van azért, mert már nem annyira meglepő, hogy van presztízsértéke kisfilmesként is ugye ide bekerülni, és rögtön, hogy mondjam, üzleti lehetőséget is látnak néhányan a dologban, akik ilyenkor el akarják adni az ember kisfilmjét ügynökként, és akkor rögtön jönnek az e-mailek, és megkeresnek sokan. Tehát már maga a hír, hogy a 10 között van, ez már kapukat nyitott. Igen, elkezdtek bizonyos dolgok maguktól történni, amiken én is csodálkoztam néha, de nagyon jó dolgok. Megengedted, hogy mutassunk egy pici részt a filmből, úgyhogy egy fontos jelenetet megmutattunk, de nem lőjük le a poént, meg semmit, csak egy nagyon fontos a film szempontjából és története szempontjából is fontos jelenetet megmutatunk, aztán beszélünk róla tovább. Zsófi, ugye Zsófi? Várjál csak, maradjuk egy picit, beszélgessünk. Ajtó! Énekelt csak el nekem a Pálkata Péter. Pálkata Péter, jó reggelt, már odakünn a nap felkelt, szól a kakasunk az... Jó, elég lesz, köszönöm. Na ide figyelj. A következő próbától azt fogjuk csinálni, hogy
Nem énekelsz hangosan, csak tátikázol. Tudod, ez mit jelent? Nem énekelek. De a fejedben ugyanúgy énekled a dalt, és mozgatod a szád a többiekkel együtt, meg minden, csak hang nélkül. De miért? Mert még gyakorolnod kell sokat. Nem vagy elég jó. De én majd külön odafigyelek rád, és szólok neked, ha már énekelhetsz. Hm? Jó van. Zsófi, a többieknek ezt nem mondjuk el. Ugye nem akarod, hogy azt gondolják, hogy nem vagy olyan jó, mint ők? Nem. Csokit vegyél. No, hát ez egy kulcsjelenet, ugye egy kórusról szól ez a rövid film, ebben a kórusban van egy tanárnő, aki nagyon ambiciózus, Szamosi Zsófi játsza, hogy ezt itt lehetett is látni, aki hát mindenféle sikereket akar elérni ezzel a kórussal, ezért azt kéri néhány gyerektől, hogy legyen kedves ne énekelni, csak tátikázni. Rettetesen kegyetlen dolog egyébként nézni a filmet, noha nincs benne semmi direkt kegyetlenség, de ez mégis annyira szívbe markoló, hogy szerintem mindenkivel történt hasonló gyerekkorában. De Nina, ugye te is zenével élsz tulajdonképpen, hát aki táncol, az zenével élsz. Szóval azért ettől nem tudok elvonatkoztatni, amikor kórusról beszélünk, vagy van egy rókatánc nevű nagyon központi eleme a filmednek, hogy akkor, ráadásul Nina táncos, szóval hogy volt hatásod, vagy volt ebben közös munka? Ebben volt egy kis közös munka, igen. Kristóf megkért, hogy egy olyan jelenetet segítsek koreográfálni, amiben a gyerekek játszanak. Tehát nem tánc, hanem mozgás, és a gyerekek a játszótéren, nem a játszótéren, udvaron, hanem az udvaron, az iskolai udvarban, igen, éppen szünetet tartanak, és történetmesélés van a kamerával, ahogy fordul körbe, és az idő múlását kellett megmutatni, úgy, hogy a gyerekek egy snitbe vannak folyamatosan, és ebben segítettem mozgást csinálni. Tehát igazából a koreográfiát te találtad ki, hogy ki mit csinál, ugye ott tapsikolnak sokat a gyerekek. A tapsikolás, ez a Kristóf ötlete volt, igen. Nagyon fontos a ritmus, az egész film fel van fűzve erre a nagyon erős, feszes ritmusra, és együtt találtuk ki, igen, ezt a jelenetet. De még tudod, mi jutott eszembe, hogy te 10 évesen mentél bentlakásos iskolába, ugye? Nem bentlakásos voltam. Azt hittem, voltam, hogy bentlakásos, nem voltam benne, biztos. De gyakorlatilag szombat-vasárnap is ott voltam, tehát bentlakásosnak is lehetne. Egy művészeti iskolába jártál, igen, azért, hogy táncolj, igen. És ott azért kiélezettebben előfordulhatnak akár, igen, ilyen helyzetek, igen, hogy egy tanárnő nagyon ambiciózus, vagy ezek az nagyon apró kegyetlenségek, igen, amik utolérik azokat a fiatal gyerekeket, igen, pici gyerekeket, akik művészek akarnak, igen, lenni. Hogy te például emlékszel ilyenre a saját életedből? Természetesen, igen. Természetesen ez majdhogy nem, ezekben a közegekben ez majdhogy nem legalább mai napig normálisnak volt tekintve, ha egy gyereket nagyon-nagyon leszólnak, minket minden nap insultáltak, és ez volt a normális, ez volt a motiváció. De ilyen verbális, tehát verbális, szóval? Verbális insult, hogy mennyire rosszak vagyunk, mennyire nem jók vagyunk, és ez volt a motiváció, hogy megmutassuk, hogy mennyire jók vagyunk. Hála Istennek ez a fajta pedagógia kezd eltűnni, remélem, a világból, mert kiderült, hogy igazából ez súlyos személyiségtorzuláshoz vezethet, ez a fajta pedagógia, és ebbe egyetértünk Kristóffal, hogy sokkal többet lehet elérni a gyerekkel, ha partnerként tekint rá az ember. Ti erről beszélgettetek, amikor készült a film? Vagy így te kérdezted Ginát az ő élményeiről? Az ő gyerekkori élményeiről? Hát azért elég régóta ismerjük egymást, úgyhogy ez a probléma, mert tudtam. Egyébként hány éve ismeritek egymást? Több mint 10 most már. Hát akkor igen. Szóval ezekről tudtál, nem kellett kérdezni. Csak ugye azért kérdezem, hogy ez a hallgatás, például a beletörődés, amit a főhősre azért jellemző egy ideig, hogy tűri, hogy őt megalázzák. Ez mennyire tipikus? Hát ahhoz talán inkább a saját gyerekkori élményeimhez nyúltam vissza. Nekem is volt, az egész családom pedagógus, de és nagyon remek pedagógusok, és nagyon szeretem a tanárokat, és nagyon sok jó tanárom volt életemben, de volt egy-kettő, aki sajnos nem volt annyira jó. Mesélsz én élményt, hogy mit hozott elő belőled a filmet? Körülbelül ennyi idős voltam, mint a filmbeli gyerekek, amikor volt egy olyan tanárnőm, aki például minden versenyeredményünket saját magának akarta betudni, és nagyon sokszor elmondta nekünk, és elmondatta velünk, hogy mi azért vagyunk ilyen jók, mert ő olyan jól felkészített minket, és mindent neki köszönhetünk, és a többi, és a többi. És egy pici, finom, alattomos módszerekkel, beszólásokkal
nagyon sok gyereknek megkeserítette az életét, miközben a szülők felé ő volt a legszuperebb fej, folyamatosan mosolygott, kedves volt, senki nem tudta, hogy miért mennek sírva haza egyes gyerekek. És ez a kis finom köztes valami, amikor egy felnőtt nagyon jól tud viselkedni, és nagyon jól tudja projektálni azt, hogy ő egy szuper jó fej, és közben abszolút nincs tekintettel arra, hogy mi játszódhat le egy gyerek lelkében, attól, amit ő mond. Ez a kettősség tetszett nekem, vagy tehát nem tetszett, de hogy erre gondoltam vissza, amikor ezt a tanárnő karaktert elkezdtük felépíteni. És valami miatt a Szamosi Zsófi pontosan tudta, hogy miről beszélek, lehet, hogy neki is volt. Ti például a Szamosi Zsófit, tehát ennek a tanárnőnek a karakterében, ti egy kegyetlen törtetőt láttok, egy elnyomó diktátort, vagy egy pusztán egy gyermektelen és a gyerekekre tekintett nélküli pedagógust? Sokrétű a karakter, nagyon, nagyon, és nagyon... Azért is nagyon jó, mert mások mást látnak. Van, aki azt látja, hogy a Zsófi karaktere egy áldozat. Tehát a rendszernek az áldozata. Van, aki vele tud azonosulni, hogy ő csak jót akart. De ez egy minoritás persze. A legtöbb ember azért azt látja, hogy egy rendszernek egyfajta képviselője. Uh-huh. Te, Kristóf? Te hogy? Igen, tehát nekem nagyon fontos egyébként ebben a filmben is, meg úgy egyébként is az empátia kérdésköre, hogy honnan jön az empátia, miért vagyunk empatikusak, és mi van azokkal az emberekkel, akikből kompletten hiányzik az empátia. Tehát, hogy ez hogy működik, és azt hiszem, hogy egy ilyen karakter, mint ez a tanárnő, az igen részben egy kicsit a terméke is annak a rendszernek, amiből kijön, ahol eredményeket kell felmutatni, és csak az számít, hogy ki milyen eredményt ér el, és tényleg nem a részvétel, hanem a győzelem a fontos, ott egyértelműen előbukkan egy ilyen karakter előbb-utóbb. De közben egy olyan valaki is, aki, hát most nem tudom, hogy azért, mert nincs gyereke, vagy másért, de valami miatt nem képes átérezni azt, hogy egy gyereknek mi lehet rossz, és ebből keletkezik az, ami aztán történik. Uh-huh. Az empátia hiánya, valahogy uh-huh. ez volt így a fő vonal. És közben ezzel ellentétben meg ugye az, hogy a gyerekekben, még akár a filmben szereplő szuper cool kislányban, a Lizában, akinek egyébként jó a hangja, és a legnépszerűbb az osztályban, hogy bennük meg valahogy természetesen, ha nem rontjuk el, akkor maguktól ki tud alakulni egy empátia. Ez is tapasztalat? Ti például a művészetiskában empatikusak voltatok egymással, vagy inkább konkuráltatok? Hát ez a kettősség, ez megjelenik az életben is, legalább az én életemben, hogy a gyerekek maguktól igenis empatikusak, de a felnőtt világ az, ami rárakja ezt a nagyon erős versengés, és a szülőktől jön a versengés igazából. Tehát azért, ha együtt szenvedünk éjjel-nappal, gyakorlatilag kialakul egyfajta bajtársiasság, és én ezt tapasztaltam, az empatikusságot, de amikor élesre megy a játék, akkor egy balettiskolában, akkor nincs pardon. Igen. Tehát történt egy pár csúnya dolog, de ezek gyermeki dolgok. De az igazi, igen, empátia hiánya sokkal inkább a felnőttektől van, szerintem. Érdekes, hogy ebben a filmben ugye szerepel néhány felnőtt, de a gyerekek szülei, hát az egyikük szülei megjelenik egy jelenetben, de hogy igazából a szülők nem játszanak benne szerepet. Ez furcsa. Volt egy korábbi vázlat, amiben sokkal inkább láttuk a családi háttereket, és az nagyon elvitte egy olyan irányba, amit én nem szerettem volna, úgyhogy azt ki is dobtuk aztán. Mert ez egy ilyen zárt világban kell, hogy játszódjon ez a történet. Szerintem ez csak a gyerekek és a tanárnő között van, és ott van értelme, és meg kell ismernünk jobban ezt a gyerekvilágot, hogyha meg akarjuk valahogy érteni azt, hogy mik a lehetőségek ezen a világon belül. Minden kritika kiemel, hogy milyen szuper gyerekszereplőket találtál, hogy milyen manírmentesek, hogy milyen természetesek, és közben nem dobja le őket a vászon, tehát hogy nem az van, hogy amatőrök. És ez tényleg így van, ritka. De kik ők? Gáspárfalvi Dorka és Hajs Dorottya. Már mind a ketten 5 vagy 6 éves koruk óta játszanak kamera előtt színpadon, tehát hogy eléggé tapasztaltak, azért nyilván ez is fontos. De vagy 80 gyereket néztünk meg erre a két szerepre, mert nagyon éreztem azt, hogy itt rajtuk áll vagy bukik. De csak kislányok lehettek? Vagy lehettek volna fiúk is? Nem, ez kislányok lehet írva ez a történet. Az, hogy miért? Hát talán azért, mert az eredeti sztori, amit egy svéd lakótársam mesélt nekem egyébként Angliában, hogy vele valami hasonló történt,
az is egy lányjal történt, és valahogy így működött nekem a dolog, de szóval 80 gyereket néztünk meg, és közülük mindenkinek volt valami színészi tapasztalata már. Tehát, hogy ez egy elég komoly jó felhozatal volt, és aztán három rostán keresztül megtaláltuk a két Dorkát. Egy elképesztő, hogy mennyi mindent hoztak ebbe a filmbe, és nem csak azt, hogy szuper színészek, hanem a próba folyamat során azért elég sok mindent megbeszéltünk, és elmondták, hogy hogy működnek finom kis dolgok és dinamikák az iskolájukban. Igen, tehát, hogy beleszőttük a filmbe azt az egy-két-három dolgot, amit ott akár improvizáció közben, vagy beszélgetés közben. És ők artisták, ezt én jól tudom? Vagy tanulnak? Nem akarok. Tehát a Gáspárfalvi Dorka a szőke kisnén Zsófi, akit karakterét alakító, igen. Ő az artista képzőbe is jár most. Tehát ő olyannyira az, hogy ezt is tanulja többek között, de egyébként remek tanuló, és színészkedik, és egyébként kaszkadőr végzettsége is van, tehát teljesen rettenthetetlen. Hajis Dorka, a Lizát játszó lány. Most nem láttunk a másik fős. Most nem láttuk a másik fős, ő pedig, ő nem artista képzős, de ő is játszott már cirkuszban is, és műugró. De nem akármilyen, hanem az ifjúsági országos, nem tudom hányszoros bajnok műugró, úgyhogy drukkolunk, hogy a Tokiói olimpiára is kijusson majd. Egy ilyen sportemberek ők. Érdekes. Igen, igen, de szerintem mindenre képesek. Tehát én imádom őket, és nagyon-nagyon tisztelem őket, mert fantasztikus emberek mind a ketten, és most, ebben a korban, ahogy most vannak, tényleg akármit a fejükbe vesznek, azt meg tudják szerintem valósítani. Úgyhogy... Ugye nem véletlenül kérdezgettem Nina tapasztalatait a saját közegéről, amit szerintem nagyon jól rá lehet ültetni erre a filmre, vagy legalábbis, hogy biztos, hogy van benne a te tapasztalataidból is, de ez visszafelé is működik köztetek? Tehát nem tudom, a Kristóf tapasztalatai hathatnak a te érdeklődésedre, koreográfiáidra, bármire? Abszolút. Szerintem, ha 10 évet tölt valakivel az ember, akkor ez előbb-utóbb egyfajta kétfejű monstrumá válik egy pár, de viccelek, de azon kívül egyre jobban ez a technológiai érdeklődés, ami van bennem például, ez részben a Kristófnak az érdeklődésen keresztül jött is. Én mindig nyitott voltam az új technológiákra, de az, hogy ő kimondottan neki is ez a beállítottság, ez biztos, hogy segített abban, hogy ki tudjak teljesülni ebbe. De hogy jutottál el a drónokig? Tehát ugye azért az ember táncosokra gondol, koreográfiákra, végignézi a te pályafutásodat, trafó, Artus társulat, stb. Ez egy klasszikus út, igen. De a drón az nem klasszikus út egy táncosnál. Hát a drón, ez egy folyamatnak végül is az egyik végállomása, vagy onnantól még folytatom, de én a technológiával foglalkozom már évek óta, és ez úgy kezdődött, hogy vetítéssel kezdtem játszani az előadásaimba, és ez még Magyarországon volt, mikor a Tűzraktérben volt egy ilyen kis stúdióm, és ott kísérleteztem vetítéssel, és utána elmentünk ketten igazából Londonba, Kristót felvették a Westminster suliba, engem pedig a lábámba, mind a ketten master szakon, és ott igazából kezdtem el igazából technológiával és mozgással foglalkozni, és ott interaktív vetítéssel csináltunk egy előadást, ahol a táncosnak a mozgását igazából vetítése volt igazából párosítva. És követte a vetítés a táncos teljesen mozgását. Igen, ez 2009-ben volt, akkor még kevesen csináltak ilyen, most már mindenki ilyen csinál, de frusztrálva voltam a vetítésnek igazából a laposságával, a 2D jellegével, és mint koreográfus mi egy testtel dolgozunk 3D-be a térbe igazából, és kerestem egy olyan technológiai eszközt, amit 3D-be tudtam magát kifejezni, de mégis képviselte, vagy szimbolizálta a technológiát. És úgy jutottam el a repülőtárgyig a drónhoz. És akkor onnantól volt egy drón, az volt Londonban, a Place Prize-on, és utána lett ebből több drón. Mutatunk egy filmről egy kis részletet, hogy is van ez? Tehát, hogy mi a kapcsolat a drón és a táncos között, és hogyan kapcsolódnak össze, és aztán beszélünk róla tovább.
közben. Tehát így látni, hogy a kezeden van valami, ami ugye kapcsolatba lép a drónokkal, igen, és követik a mozgását a táncosnak. Igen, ez interaktivitás van a táncos és a drónok közt, úgyhogy ez egy drónraj igazából, ami galamboknak a mozgására lett építve, és ezt hozza elektronikus formába, és ami a kezemben van, ez igazából olyan, mint a drónok azt hiszik, hogy én vagyok az egyikük, és úgy követnek engem, mint rajvezér. Te vagy ez az rajvezér, igen, rajvezér. Tehát követik a főmadarat. Főmadar, igen. Ez nagyon érdekes. Egyébként azt olvastam, hogy volt olyan is, hogy téged felkértek arra, hogy az idegrendszeri és agyi feldolgozását a művészeti mozgásnak próbáld meg valahogy koreográfiával alátámasztani. Szóval, hogy a tudománnyal te nagyon sok ponton kapcsolódtál, mert ez még nem a drónokról szól, hanem a művészi mozgás leképezése. Nagyon érdekes, hogy kerülsz kapcsolatba a fizikusokkal, meg hát nem is tudom, mert tudósokkal. Igen, hát szerintem ez a jövő. Én azt látom, hogy a művészetnek és a tudománynak találkoznia kell, találkozik is, és a jövőben sokkal inkább lesz hatása egymásnak, egymásra a két műfajnak. És én nekem, mint művész, ez az, ami érdekel. Én nagyon kíváncsi vagyok természetemből kifakadóan, és nagyon sok közös van a tudós és a művész közt. Nagyon sok olyasmi, ami az ismeretlen megismeréséből fakad, és sokkal inkább ez motivál, mint mondjuk valami inspiráció, vagy valami lilaköd. De te mit gondolsz, például 10 év múlva gépeket fogsz koreografálni, vagy mi? Hát már azt csinálom. Igazából. Jóformán igen, de hogy gépeket, csak gépeket? Nem csak gépeket. Engem az érdekel, hogy az emberiség és a gépek, és az emberiség és a technológia, hogy tud találkozni, és hogy tudjuk igazából az emberiséget még jobban kifejezni. Hogy lesz igazából az ember még emberibb, hogy tudunk mi rájönni, hogy mi van belül magunkról azáltal, hogy a technológiával találkozunk igazából. Ez, és szerintem egyre több ember, mivel egyre jobban egy technológia dús világban élünk, szerintem egyre több ember rá fog jönni, hogy muszáj ezzel a művészileg is kezdeni valamit, mert különben velünk fognak valamit kezdeni. Igen. Na ez a gondolat meg azt mondja Nina, hogy tőled indul, hogy téged kezdett először foglalkoztatni a mesterséges intelligencia, mert azt tudom, hogy van ilyen filmterved, ami valahogy ilyen sci-fi, tehát ilyen mesterséges intelligenciával foglalkozik, ugye? És úgy nézel rá, mintha teljes hülyeség lenne, de hát még nem tudok róla sokat. Nem, abszolút, teljesen korrekt. Az, hogy a tyúk volt előbb, vagy a tojás, ezt nem tudom megmondani, hogy melyikünk, meg honnan, de mind a kettőnket nagyon érdekli ez, hogy igen, hát hogy hogyan lehet az emberségünkhöz közelebb kerülni azáltal, hogy a teremtményeinket, ami jelenleg technológiai teremtmények, azokat vizsgáljuk, vagy azokon keresztül vizsgáljuk saját magunkat. És én onnan eredt a következő kisfilmemnek az ötlete, hogy még tavaly, nem idén januárban, tehát már majdnem egy éve, olvastam egy cikket arról, hogy hogyan tanítanak be olyan kamerás megfigyelő rendszereket, amik nagy köztereket figyelnek, például a pályaudvarokat, hogyan tanítják ezeket be arra, hogy hogyan lehet például terrorveszélyt felismerni. Aha. És akkor ennek az etikai oldala, hogy szabad-e megengedni egy gépnek azt, hogy azt mondja, hogy az ott egy terrorista, vagy benyomjon egy piros gombot, és riadóztassa a rendőrséget. És ez egy nagyon jó kérdés szerintem, de ami még jobban érdekelt, az, hogy ugye ott volt ez a kis szócska, hogy arra tanítják be ezt a rendszert. És akkor ott elkezdtem gondolni, hogy ezt be kell tanítani ezt a rendszert, mert így működnek egyébként a neurális hálózatok és a mesterséges intelligencia rendszerek manapság, hogy be kell őket tanítani, meg kell nekik mutatni, hogy ez veszélyes viselkedés, ez nem veszélyes. És akkor több százezer példa alapján szépen lassan egyre jobban meg tudják mondani. De hát ki csinálja ezt a betanítást? Nyilván egy olyan ember, akinek egyébként ez a munkája. Uh-huh. És akkor innen jött az ötlet, hogy mi van akkor, hogyha egy egyszerű biztonsági őr, aki egyébként biztonsági kamerákat néz egész nap, ez a saját tudtán kívül tulajdonképpen ezt csinálja, hogy betanít egy ilyen rendszert, ami majd aztán el fogja venni az ő munkáját. És mi van, ha ez az ember, aki egyébként semmilyen egyetemet nem végzett, nem nagyon érti, hogy ez az egész hogy működik, rájön arra, hogy egy ilyen csapda helyzetbe került, mert minél jobban csinálja a munkáját, annál hamarabb fogja elveszíteni. És azért gondoltam, hogy érdemes lenne erről egy filmet csinálni, mert dolgoztam az elmúlt években a Világgazdasági Fórumnak sokat, ilyen kis videókon, filmeken, és náluk egyre erősebben jön elő ez a probléma, tehát ez tényleg foglalkoztatja a világ nagy üzletembereit, hogy hát rövid távon ez a hatás történni fog. Igen, tehát hogy biztos, hogy el fognak veszíteni nagyon sokan mindenféle munkahelyet, és ott lesz ez a sok ember, és mit fognak csinálni.
melyik irányba kell elindulni, mit lehet tenni, hogyha... Te választ is fogsz adni ebben a filmben erre a kérdésre? Nem tudom, hát egy lehetséges válasz az, hogy a kreativitás az még egy jó ideig azért emberi terület fog maradni. És ez biztos. Például abba az irányba lehet, koreográfia, filmrendezés, ez valószínű. Igen, bár már erre is vannak jelek. Mindenki nem dolgozik a kreatív iparban. Nagyon radikálisan más világokat képzelnek el azok a futurológusok, akiktől olvasok dolgokat. Tehát van olyan elképzelés is, ami nyilván nem fog gyorsan megtörténni, és pláne nem lesz fájdalommentes az átmenet, de van olyan elképzelés, ami szerint teljesen működhetne egy olyan világ, ahol a legtöbben nem is dolgozunk, vagy a hagyományos értelemben nem dolgozunk, hanem teljesen más dolgokat csinálunk, és máshogy teremtünk értéket egymásnak, és alapfizetést kapunk, vagy alapjövedelmet kapunk, és a többi, és a többi. Tehát vannak ilyen elképzelések, azt még senki nem találta ki, hogy hogy fogunk oda eljutni majd, de biztos, hogy nagy változások előtt állunk, ezt lehet érezni a levegőben. Hogy most hogy áll ez a filmed? Ezt eléggé jól előkészítettük már, vagy tehát dolgozunk már az előkészítésen, és tavasszal szeretném leforgatni. Hát akkor már a forgatás előtt. Ebben tudsz segíteni valamit? Vagy nem tudom, ebben úgy, mint mondjuk az előbb látott Mindenki című filmben ugye volt egy konkrét snitt, egy jelenet, amit tulajdonképpen te koreografáltál, úgy itt is számít rád a férjurad? Vagy nem is tudom, bocsánat, ti házasok vagytok? Vagy? Igen. Jó, igen, nem voltam biztos. Igen. Ja, nem figyeltem ilyen. Én is. Szóval oké, tehát ebben számít rád, vagy van ilyen közös gondolkodás? Igen, ezt igazából együtt fogjuk, annak egy rétegét együtt fogjuk csinálni. Kristóf megkért, hogy egy elég nagy számú embert koreográfáljak. Nem tudom, hogy elárulhatom-e, hogy mennyit. Reméljük, hogy 100-nál is több ember. 100-nál is többet. Viszont belőjük le a poént, mert ez már az is kapcsolódik, hogy mi lesz ennek a filmnek. Azt csak te tudod, én ebből még semmit nem értek, nyugi. Tehát, hogy lesz benne egy nagy rend, amiben 100 ember is szerepel. A mozgásnak nagyon fontos szerepe van ennek a filmnek, mint egyfajta kifejezés, de mint egyfajta emberi tevékenység, ami a gépekkel kapcsolatban kerül valahogy ezek a, ebben ezek a filmben. Ezek a kamerák, ezek a biztonsági kamerák, ugye viselkedést, mozgást figyelnek. Egy ember járása, mozgása alapján próbálják eldönteni, hogy az illető jó indulatú-e vagy sem. És mivel a gépek ezt figyelik, ezért így is lehet becsapni őket, vagy kitolni velük, és ennél többet viszont már nem szeretnék elmesélni. Jó, de ez így is nagyon néz ki egyébként, és hát itt biztos, hogy a hasznotokra vágj, mondjuk az a tapasztalat, amit te a gépekkel együtt a koreográfiákba fektettél eddig, meg az a tudás, amit összeszedtél egyáltalán drónokról, vagy szóval mindenféle mesterséges intelligencia. Igen, meg a kollektív mozgásról, tehát dolgoztam az ELTE-nek a biológiai fizika tanszékével, ebből lett a kolmot, és igazából itt nagyon sok papírt, paper, tudományos kutatást elolvastam, igen, ahol, hogy a kollektív mozgásnak a szabályai, és igazából ez nagyon-nagyon érdekel a kollektív mozgás, és ezt fogom használni a bizonyos szabályait a filmben is. Tudod, mi a döbbenetes, hogy tulajdonképp az a művészeti ág, amiben dolgozol, az ember azt gondolná, hogy tisztán emóciók és intuíciók a fontosak, és ehhez képest olyan tudományos hátteret teszel mögé, a koreografálás mögé, ami nem is tudom, hogy mennyire gyakori, szerintem nem nagyon egyelőre. Ez egy olyan mozgalom igazából, ami egyre erősebb külföldön, például sci-art vagy tech-artnak hívják külföldön, és egyre többen vagyunk, van például az Ars Electronica Fesztivál, ami minden évben van Linzbe, és ez óriási nagy, ezt hiszem majdnem egy héten keresztül tartó, ahol több ezer kiállító van, aki csak ebben a műfajban kiállít. Az, hogy a mozgáson keresztül ez is adja magát igazából a motion capture, tehát az olyan technológiák miatt, amit a filmekben használnak, amit a mozgást igazából képezik, meg minden, ami a videójáték, az is a mozgáson keresztül, tehát a mozgás és a technológia összekapcsolása eléggé egyértelmű, de én azt gondolom, hogy például nagyon sok művésznek ez a technológiai hozzáállás, ez nagyon a jövő, és nagyon adja magát. Állat izgalmas. De volt egy közös projektetek, ha jól tudom, ami szintén mozgással és technológiával van összefüggésben, ez az InfoAid, ami menekülteknek segített, vagy segít, vagy most nem tudom, hogy ez működik-e egyébként, de azt mondom, hogy mutatták menekülteknek ezt az applikációt, hogy ahogy ők járnak a világban, különböző információkat megkapjanak, nyilván az útjukról, meg a tervezett útvonalukról, nem tudom. Ezt az applikációt ti ketten találtátok ki? Az ötlet ez tőlünk indult.
de hát egyedül nem tudtuk volna megvalósítani, mint ahogy egy filmet vagy egy színpadi darabot is nagyon nehéz. Úgyhogy kerestünk egy pár olyan barátot, ismerőst, akik jártasak az applikáció fejlesztésben és a programozásban. Ez tavaly szeptemberben kezdődött, amikor eléggé súlyosan hirtelen ugye bejött Magyarországra, és személyesen is jelen volt a válság, és láttuk a menekülteket a keletinél, és azt láttuk, hogy a legsúlyosabb információhiány uralkodik, tehát senki nem tudja, hogy mit lehet és mit nem, senki nem tudja, hogy felszabad-e szállni egy vonatra vagy nem, hogy a határ nyitva van vagy zárva, nem lehet tudni, hogy mennyibe kerül valójában egy taxi, tehát folyamatosan mindenki kihasználta, becsapta, és nyilván nem mindenki, tehát nagyon sokan segítettek is nekik, de nagyon sokan kihasználtak és becsapták a menekülő embereket, és ebből valahogy arra következtettünk, hogy kell lennie valamilyen módszernek, hogy gyorsan hitelesített információkat el tudjunk juttatni ezekhez az embereknek. És a különböző nyelv, ezt akartam kérdezni. Igen. Tehát a saját nyelvükön láthatták ezeket az infókat? Mondjuk, hogy felszállnak egy vonatra, vagy hogy mi várja őket a célországban? Ilyen típusú infókról gondolják? Igen, legális infókat adtunk, tehát hogy mi a szabály Magyarországon, hogy mi a Dublin rendszer, hogy kell regisztrálni, hogy mi éppen az aktuális kommunikáció a különböző kormányok felől, hogy mikor lehet pontosan igazából változásra várni, mert nagyon sok ember igazából várt, várakozó álláspontban volt, ugye lehet emlékezni, hogy mi volt a helyzet a keletinél például, és utána nagyon praktikus információk is voltak, hogy például volt egy olyan eset, hogy az erdőben mérgező gombát ettek az emberek, és rosszul lettek, tehát hogy küldtünk fotók, hogy ezt a fajta gombát ne egyék, hogy... Tehát reagáltatok is ezek szerint arra, ami történik közben. Igen, tehát ez igen, és a saját nyelvükön, tehát szerveztünk egy olyan fordító rendszert, ahol a világ összes tájáról jelentkeztek az interneten emberek. Fantasztikus mozgalom volt, hogy az emberek 150-en fordítottak, mikor krízis volt éjjel-nappal, mindenfajta nyelven, és ez fantasztikus volt, igen. Hát akkor szóval bennetek van, hogy nem csak a technológia és a bűvészet, hanem hogy ez hogy lesz társadalminak hasznos egyébként. Igen. Tehát bennetek van ez a motiváció is, hogy hasznossá tenni van, effektíve, gyakorlatiassá, ha jól értem. Igen. Hát eleve szerintem, amikor az ember bármit csinál, akkor nem tudja két napnál tovább csinálni, hogyha nem látja azt, hogy ennek valamilyen módon haszna van, vagy társadalmi Igen. haszna van. Tehát egy film, vagy egy darab akkor tud jó lenni, hogyha nem csak gyönyörködtet, hanem beszél is valamiről, szól is valamiről. Jó, de akkor egy pillanatra hadd térjek vissza csak a Mindenki című filmről, hogy anélkül, hogy lelőném a poént, azért itt a gyerekek egyszer csak összefognak. És azon gondolkodtam, hogy tulajdonképp valószínűleg nem is annyira a kegyetlenségről és az érzéketlenségről akartál beszélni, ha már itt a társadalmi üzeneteknél tartunk, hanem éppen ennek az összefogásnak a hiányáról. Tehát kicsit az volt az érzésem, amikor megnéztem a filmet, és remélem sokan láthatják, majd azt hiszem az HBO fogja vetíteni, jól mondom? Igen, illetve a Cinemax csatornáit. Tehát hogy az a tanulság, hogy egy ilyen fricska, hogy a 10 éves gyerekek nézzétek, azok még képesek együtt valamiért fellépni. Ti vajon képesek vagytok-e? Vagy nekem ezt a kérdést adta a filmed a pozitív végkicsengésével együtt egy ilyen kicsit gyomorszorító reflexió a közéletre. Igen, mert ez egy titkos vágya szerintem mindenkinek, hogy valahogyan leomoljanak azok a falak, amiket építünk, vagy építenek közénk, építünk egymás közé és magunk közé, mert hatalmas ereje tud annak lenni, hogyha odaáll x ezer ember, és mint például idén korábban bizonyos tüntetéseken egy percig csak némán állnak ott, és senki nem szól. Annak nagyon nagy ereje van, és annyira arról szólt most ez a 2016-os év, hogy oszd meg és uralkodj, és a világon mindenhol valahogy azok az erők kerültek most egy kicsit fölül, akik szeretik megosztani a jó népet, és valahogy ezen keresztül próbálnak a hatalmukhoz ragaszkodni, vagy a hatalmat megszerezni. Szóval annyira előtérbe került ez, hogy emiatt is örülök, hogy most jött ki ez a film, bár már tényleg 2 vagy 3 éve kezdtünk dolgozni rajta, de valahogy ugye eltalálta egy kicsit ez a... A hiányt, valaminek a hiányát találta. Nina, akik hallgatják ezt a műsort, hallják, hogy van egy enyhe akcentusod. Az miért van? Mert Franciaországban születtem,
és Magyarországon éltem. És, most és a szüleid meg képzőművészek, ugye? És orosz képzőművészek. Igen, orosz és magyar, igen, művészek. Tehát te nem is nagyon sokat beszéltél magyarul ezek szerint az életedben. Hát gyerekkoromban egy ilyen kevert nyelvet beszéltünk otthon, de igazából 18 éves korom után tanultam meg rendesen beszélni magyarul. És igen. Miért jöttél Magyarországra egyébként? Hát te egy ilyen nemzetközi pályán mozogtál, Franciaország, Moszkva, nem tudom, hát azért a művészet fellegvárai. Hát én dolgozni jöttem Magyarországra, amikor 18 éves voltam igazából, és hát a magánélet is ide hívott igazából, és az Artusnál dolgoztam, 7 éven keresztül ott voltam a Goda Gábornál. És akkor megtetszett ez az ország? Meg, hát mikor érkeztem, 99 volt, egészen más idők voltak. Itt nagyon szabadság megcsapott, és nagyon erős érzés, hogy itt nagyon sok minden lehetséges, és ez így ideig nagyon így is éreztem, még mindig szoktam érezni néha, de azért most kell az, hogy külföldön is vagyunk sokat, igazából Londonban az, hogy egyfajta egyensúlyt legyen az életünkben. Mert egyébként Londonban megvan egy kiállítás, igen. Amin szintén igen. Szerepelsz. Igen, hát igazából nagyon sokat dolgozom Angliában, igazából hivatalosan ott vagyok, mint művész telepedve, és január 8-áig látható egy kiállítás a Waterman's Art Centerben, és ami ezek a híres tech art, vagy tudomány és művésznőket kiállítja, egy olyan kiállítás, ami mutatja a nőknek a hozzájárulását ebben a műfajban. És ott szintén egy installációt mutatok, ami egy drónfilm, ami az első ilyen filmrendezésem igazából, ami a következő célt mutatja, amit el szeretnék érni a művészetben. Tudod, hogy miért fontos ez? Még mostanában olyan sokat hallok erről, hogy a kislányok és a mérnöki tudományok hogyan távolodnak egymástól a kislányoknak szánt játékok, meg a nekik szánt igen. pálya miatt. Igen. És akkor felmutatni, hogy vannak olyan művészek, akik egyébként a technológiára igen. alapozva nők, művészetet művelnek, stb., hogy ez igen. is egy nagyon fontos példa egyébként egy felnövekvő lány nemzedéknek. Tehát ennek is van társadalmi üzenete, nem is kicsi. Amit csináltok, azt hiszem. Igen, nagyon fontos. Kristóf, még azt akartam kérdezni, hogy azt lehet róla tudni, hogy te dolgoztál Giga produkcióban is, ugye a Münchenben, a Spielberg Münchenjében, jól emlékszem? Az első film, amiben életemben dolgoztam. Úgyhogy... Hát az egy gép, nem? Tehát ott dolgozni, ez egy gépezet. Tehát mindenkinek megvan a maga icipici területe. Igen, igen. Neked mi volt a területed? Mi volt az én icipici területem, ez a vágó csapatnak a... Egyébként 7 vagy 8 főből álló vágócsapatnak a kiszolgálása volt magyar részről. Ami mit jelent? Kávét, vizet? Ez nagyon érdekes volt. Ez volt az utolsó, talán az utolsó, vagy az egyik utolsó hollywoodi film, amit 35 mm-es filmen vágtak. És azért kellett egy ilyen nagy apparátus nekik, mert semmilyen számítógépes vágási eszközt nem használtak. Csak e-mailezésre használtak számítógépeket. És behajóztak egy óriás konténerben egy hatalmas mennyiségű vágóasztalt, tehát 35-ös vágóasztalt, mint a régi szép időkben. És a Michael Caine, a háromszoros Oscar-díjas vágó, ő nem is tudom, talán mint egy szabó állt ott a gépnél, ami kicsit varrógépszerű egyébként, ez a vágó cucc, és ezen rakta össze a filmet valami fantasztikus sebességgel. Gyorsabban dolgozott kb. Mint egy digitális vágó manapság. És hát ehhez kellett ez a 7 ember, és én, mint a 8., vagy lehet, hogy 6-an voltak, és én voltam a 7., a legkisebb, legegyszerűbb feladatokat csináltam, amik ezzel kapcsolatban voltak, de hát nagyon... De az egy jó tapasztalat. Hát zseniális volt, fantasztikus volt, persze. Na, mert azt hiszem, hogy az uncsi is egy kicsit, de hogy nagyon jó tapasztalás is közben. Én nagyon szerettem ezt csinálni. A kemény munka az, hogy tényleg 14-16 órákat dolgoztak, és heti 6 napot, sőt 7 napot, az eléggé azért megmutatta nekem, hogy mi az, ami miatt ennyire robosztus ez az ipar, és nyilván nagyon jó fizetésekért dolgoztak ott az egész csapat, de én ilyen kemény munkát talán még sose láttam. És ezt alkalmazod is a saját filmjeidben, mondjuk, hogy ilyen kemény munka legyen, ilyen precíz, ilyen... Én magam nyilván bírok dolgozni, tudok dolgozni, de azt is megtanultam közben, és ezt a Ninának köszönhetem egyébként, hogy tudni kell pihenni is, tehát nagyon hamar kimerül az ember, hogyha kihasználja magát, és a végletekig futtatja az energiát. Még azt mondják, hogy mit látsz, hogy oké, hogy itthon nyílnak a kapuk, már egy ilyen sikertől biztosan, hogy eljutottál az Oscar jelöltség közelébe. De Londonban is nyílnak a kapuk? Ugye, ha Ninát mostanában hát, inkább oda köti az élet,
és hát ti együtt vagytok, együtt éltek, akkor lehet, hogy egyszer csak téged is odaköt az élet, de tud-e odakötni az élet filmesként? Én már dolgozom rajta, úgy fogalmaznék. Biztos, hogy több ilyen felkérés fog érkezni, de Londonban engem leginkább vágóként ismernek, és kisebb dolgokat rendeztem csak. Tehát az, hogy komolyabban vegyenek és nagyobb dolgokat bízzanak rám, az most a következő lépés lesz. Na de ha mondjuk január 24-én úgy alakul, hogy felolvassák a kihirdetéskor a film címét, akkor te már nem vágóként fogsz szerepelni Londonban sem tovább. Én is ebben reménykedem, igen. Akkor izguljunk együtt január 24-ét várva, meg hát, hogy sikeres legyen minden, amit elkezdtetek, és valóban az a haszna legyen, amit reméltek tőle. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és beszélgettünk. Köszönjük. Szuper érdekes volt, úgyhogy köszönöm, hogy ezeket elmondtátok nekünk. Az elmúlt percekben Deák Kristóffal és Nina Kovval beszélgettem, az egyikük filmesként, másikuk táncosként, különböző izgalmas projekteken keresztül próbál még a társadalomra is hatni. Hogyha visszanéznék ezt a műsort, megtehetik a Hír TV oldalán vagy a Facebookon, keressenek engem. Hétfőtől péntekig 11-kor várom Önöket. Jó éjszakát kívánok!